Sziasztok! Ismételten itthonról jelentkezek. Hazajöttem szombat este. Eléggé későn sikerült hazaérnem, ilyen 8:30-9 óra magasságába, de legalább itthon vagyok. Ma voltam kontrollon is, de mindent el fogok mesélni, hogy mik vannak mostanában, meg hogy alakultak a dolgok. Bent nem bírtam videót csinálni, és videót tudtam volna csinálni, csak feltölteni nem tudtam volna YouTube-ra, mert sikeresen 24-én vagy 23-a környékén a Telenor megszüntette azt az adatjegyet, amit eddig használtam, a 100 GB-os adatjegyeket, és nem vettem belőle, mert úgy tudom vele, hogy majd lehetem egy teljesen, majd veszek egy újat. Hát ez nem jött össze, mert mire letelt a netem, mondom, akkor veszek még egy adatcsomagot, akkor semmi gond nem lesz, addigra megszüntette ezt a csomagot, és egyszer csak egy 5 GB-os csomagba tudtam vásárolgatni ezentúl a netet, hát az meg édes kevés volt bármire, és örültem, hogy én tudtam zenét hallgatni, meg egy-két videót megnézni, meg tévézni a telefonomról. Ezért így a videók elmaradtak bentről, ezért nem töltöttem föl videót, ezért csak a Facebook oldalon kommunikáltam nagyon emberekkel, mindenki másra, de úgyis karácsony volt, meg minden, szóval mindenki azért a családjával volt. Szóval annyira azért nem hiszem, hogy most én voltam bárki számára is a legfontosabb, hogy nézzen engem YouTube-on, hogy mi a helyzet velem. Amúgy jól vagyok. Múlt héten volt az apráziás időszakom. Terve szerint úgy volt, hogy karácsonykor hazajövök, de nem volt elég sejtem. Pénteken kezdtek el visszajönni a sejtjeim. Nem, csütörtökön kezdtek el visszajönni a sejtjeim. Pénteken már elméletileg volt annyi, hogy mondjuk hazajöhethettem volna, de megvártam, hogy teljesen kiteljesedjen, még kaptam egy zarzi injekciót péntek este, és szombatra lettem úgy, hogy teljesen tudtam jönni haza. És azért végeztem este 8:30-kor a kórházba, hiába reggel volt vérvétel, mert hétvégén úgy, mint ünnepben is ügyelet van, egy orvos van bent a épületbe, és hát most épp nem én voltam a legfontosabb, hogy most papírokat töltsenek ki nekem, zárójelentést meg ilyeneket, de nem is volt semmi baj. Este megkaptam őket, és akkor jöttem haza, és akkor szombat este óta akkor itthon vagyok, meg voltam egy vérvételes kontrollon, meg voltam a gyógyszereimért, mert egy gyógyszerem a sejt... mi ez? Rossz sejtosztódás gátló gyógyszerem elfogyott, és abból kellett bevennem. Következő kontrollom meg majd pénteken lesz, akkor kell megint mennem egy vérvételre, megnézni, hogy állnak a sejtjeim, és akkor lesz majd csontvelő mintavétel majd eszkábálva. Szóval mondom, itthon vagyok, tök jó aktív vagyok, meglepő módon azt hittem, és nem azt hittem, hanem teljesen jól érzem magamat. Mondjuk a lumbálásról az eredményt nem kérdeztem meg. Na minden az, hogy pénteken megkérdem, hogy mi a helyzet, de még csak mondtak volna valamit, hogyha valami gáz lenne. Amúgy összességében oké, jól érzem magam, lázam nincs, torokfájás semmi sincs, frissen vagyok megborotválkozva, fejemen, arcomon, mindenhoz, így még talán nem is nagyon láttak engem az emberek ennyire. Hát egy-két videó volt talán, ahol jobban le volt vágva. Levágtam végül a hajamat teljesen, amikor itthon voltam tegnap. Tegnap vágtam le este, igen. Mert nem hullott, meg semmi, meg én sűrű viszva, azzal sincsen baj, csak engem idegesít, hogy így ilyen pihésen nő vissza eléggé. Ilyen, és igen, inkább akkor levágom teljesen most kopaszra egy darabig, szerintem a jövő év, igen, még jövő év az erről fog szólni, hogy így fogom hordani. Szakállamat meg le kellett teljesen vágnom, mondjuk ritkán borotválkozok, általában borostás vagyok, de most teljesen levágtam, mert a mostani kemó után írtatlanul elkezdett hullani a szakállam, pedig addig az egy darabot nem hullott, ezért inkább most levágtam, meg most inkább a tesztőrzetem hullott, de az brutálisan, az tényleg így nagyon elkezdett hullani, jobban hullott, mint a haja. De hát majd visszanőve az is annyira egyébként nem zavar, meg annyira nem baj, hogy kihullik egy-két helyről. Szóval ezzel nincs is annyira gond. Na, viszont én közben akkor csinálok egy kávét magamnak, mert most már azért kávézgatok is. Igaz, hogy gyengét, de legalább valamit iszok. Iszok, és mondjuk ide föltesszük. Hogy... Hát ez lehet, hogy hülye ötlet volt.
Hát... mindegy, vesz, amit vesz. De mindjárt megnézem, hogy... Oké, töké veszi, veszi, amit mennie kell nagyjából, mert úgy csinálom most már az ilyen videókat, vagy az ilyeneket. Most a hátlapi kamerával veszem föl, nem az előlapival, mert itt, hogy jártal kibezi a fények, össze-vissza vannak ezért, hogy nagyjából nézhető legyen ezért, akkor így csinálom meg. És van egy reflektor nevű alkalmazás, amely tudom tükrözni a telefonon a képet a monitorra, ezért meg tudom nézni, hogy mi a helyzet akkor is, hogyha ha nem látom, hogy fölteszem valahol. Na, meg volt ma a kontroll, ahogy mondtam. Viszonylag gyorsan végeztem, volt egy vérvétel, utána kb. Fél perc volt maga a kontroll része, megnézték a vérképemet, azt kész. Mivel még a sejserkentő injekció miatt, és a sejserkentő injekció miatt még eléggé serkentek a neutrofilleim, befolyásolnám csontfelő mintavételt, ezért egyelőre az nincs. Azt majd pénteken leveszik, hogyha már akkor a vérképem jó lesz. Akkor megnézzük, hogy negatív vagy pozitív ve a rossz sejteknek az aránya. Bízok benne, hogy is negatív volt, akkor maradjon is, mert most már negatív. És akkor tudok készülni a transplantra. A transplantra, ami nagyon fontos, hogy egy friss info, hogy elméletileg és remélem gyakorlatilag is így lesz, hogy nem kell kapni több kezelést, hanem... Nem kell kapni több kezelést, hanem készülhetek a transplantra. Szóval egy nagyon jó hír ilyen szempontból. Ha minden igaz, van itt van tenni. Hát ez nem tudom, mikor lett kibontva. De hát szerintem egy-két napja. Na mindegy, szóval... így akkor tudok készülni a transplantra, és hogyha minden igaz, akkor nővérem akkor a donor, Mari lesz a donor. Nekem előtte még majd be kell fekvítenem a kórházba, mert lesz egy... dolog, de szerintem ezt ki fogom vágni, mert ez irdatlanul hangos, amit szól a háttérben, és itt ugrunk egyet majd szerintem az a részhez, amikor el tudom mondani, hogy ez nem zúg. Szóval vissza is tértem, most már nem zúg a kávébőző mögöttem. Na, szóval, ahogy mondtam, akkor nővérem lesz a donorom. Nekem kell előtte majd befeküdni pár nappal mi ez transplantáció előtt. Egy ilyen ferezízis nevű eljárásra. Az ami a szükséges, mert van egy antitest a vérembe, ami megakadályozza a nővéremnek a csontvének a beépülését, de ezt ki fogják még szedni a véremből. Ilyen hasonlóan, mint a dialízishez hasonlító módszerrel szedik majd ezt ki belőlem. De ott az épületben csinálják, hogy nem az elsőre, hanem a másodikra fog befeküdni, és a földszinten van ez az eljárás, és akkor ezek három nap alatt pár órás ilyen dolog ez, ezt megcsinálják, és utána pedig jön a sugárterápia, ahol leállítják az immunrendszeremet, utána van nagy dózisú kemót, ami a csontvelőmet kiírtja teljesen, és utána megyek a boxba, és kapom meg, vagy közben lehet, hogy a boxba leszek, és kapom meg akkor nővérem csontvelejét, és akkor bízunk benne, hogy minden rendben ezre jövök haza. Hát tervet szerint most az volt utoljára, hogy 14-e környékén kell majd visszafeküdnöm két hét múlva, de hát még nem kerestek a koordinátor, aki ezt intézi, mert van egy koordinátor, aki ilyenkor intézi az összes vizsgálatot, minden, nekem is ez egy csomó vizsgálatom, még nővéremnek is ez egy csomó vizsgálata, de még nem keresett, egy oldalmi ünnep is volt, akkor menjünk vissza be. Ünnep is volt, nem tudom, hogy ez most mikorra várható, vagy mikor lesz, hát de majd meglátjuk. Szóval keresnek, az lényeg, hogy legyek jól. Szóval most jelen pillanatban, ezt meg mindjárt megoldjuk úgy, hogy jó legyen. Hogy jó legyen.
Lehet, hogy megcsináljuk úgy, hogy ezt ide fölrakjuk. Így. Tökéletes. Na, ide be. És ennek azt meg kell nézni itt a konvektor mellett. És még látszódok is nagyon jó. Jó, oké. Na, szóval... Mit akarom megjózni? Na igen, szóval a transzplanttal figyelőleg rendben leszünk, és akkor ez fog zajlani. Remélem úgy tudok belemenni tényleg most már dolgokba, hogy negatívan, teljesen egészségesen, és akkor megtörténik végre ez a transzplant, amit egyébként kurvára be vagyok szarva, de ahogy már mondtam, hogy videóban sem akarom ismételni magamat, nincs más út. Szóval az, hogy meggyógyuljak teljesen, valamilyen úton, módon ezt meg kell, hogy kapjam. És jelen pillanatban ez az egyetlen megoldás, amivel tartós gyógyulást, vagy sikeres gyógyulást tudok elérni. Szóval minden rendben lesz. Hát igen, kicsit egyébként azért vagyok most így lehangolódva, nem lehangolódva, csak ilyen fura, nem lehangolódva, csak mindig van egyébként, hogy emlékezteti az embert egyébként, hogy azért az ember milyen mulandó, vagy bármikor bármi történt vele, például egy, még ezt elmondhatom, nem hiszem, hogy ebben van gond vagy gáz. Most, hogy benn voltam kontrollon, sokan voltak minden, és egy idősebb férfi, lassan a bácsi inkább, összeesett, megállt a szíve, megpróbálták ott újraéleszteni, jöttek az intenzívről orvosok, meg rengeteg orvos próbált újraéleszteni, elküldték az embereket, de úgy tudom, hogy sajnos nem sikerült, és akkor végül is ez is azért felfoghatatlan, hogy eljössz egy kontrollra, vagy lehet valamilyen, mindegy, nem biztos, hogy beteg volt, tök mindegy, hogy beteg volt, hogy nem volt beteg ilyen szempontból, de nem tudom, lehet, hogy mindegy, reggel fölkelsz, elmész valahova, összeesen megállsz, ez vége, szóval fú, szóval kicsit az így emlékezett az embereket a dolgokra, vagy engem így emlékeztetett azért, hogy azért mi, hogy a hány méter, szóval ez így eléggé szar volt látni, de mindegy. Hát mindegy, mert sajnáltam, csak hogy túl kezdem is majd kicsit lendülni. Na, de igen, csak ha már kontrollról van szó, ott vérképem az teljesen normális volt, rendben volt minden, mondom, péntekig várjuk, hogy akkor mi fog történni akkor a következő kontrollon. Most, hogy itthon vagyok, most, hogy itthon vagyok, most azért lesz tartalomgyártás, több videót is fogok készíteni. Szerintem ma még lesz egy főzős videó is, mert hajnival csinálunk majd valami kaját, és akkor szerintem föl is veszem, és fölrakom majd, hogy mi hogyan csináljuk azt a kaját. Ezen kívül, amit szeretnék majd videót, hogy én hogyan készülök a transzplant utáni időszakra itthon, hogy nagyjából legyen róla kép, mert pont ma is egyik betegtársammal, akivel együtt feküdtünk bent a osztályon, pont erről beszélgettünk most a váróba, hogy azért sok infó még nincsen, hogy mi kell, mit hogyan kell átalakítani, hogyan kell lennie majd transzplantot, az újság vagyok majd mondani majd nekünk, de azért már elkezdtem is készülődni erre, szereztem egy légtisztítót, azon akarom majd mutatni, hogy az ott döngítsél, ott döngítsél a háttérbe, hogyan működik, mire jó, igen, nem csak nekem jó, hanem úgy minden háztartásban szerintem ez így jól jöhet, port, meg az ilyeneket összegyűjti és megcsinálja, összegyűjti, szűri a levegőt baktériumra, meg ilyenekre, szóval abban, hogy valakinek van légüti fertőzés, akkor is tök jó ez a légszűrő, mert mutatom, hogyan működik, meg mint vannak. Tervezgetjük a hálószobát, hogyan alakítsuk át, mi legyen benne, mit hogyan csináljunk meg, ez is még egy érdekes kérdés. Mondom, ha a dátumokat majd látni fogom már, akkor az egy kicsivel könnyebb lesz, hogy akkor tudjam, hogy mit, hogyan, merre kell menni tovább, milyen vizsgálatok lesznek, hogyan fog kinézni, gondolom a transzplantorvosommal is fogok majd találkozni, hogy akkor mit, hogyan, hány méterre, csak tényleg egy kettőnk az idős, tök felgyorsultak az események, ami nem baj, mert azért
93 napot voltam kórházba. 93 napot, hihetetlen. Szeptember 18-al kerültem be a kórházba, és összesen 93 napot voltam be a kórházba, és 8 napot voltam itthon. 93 napot voltam bent a kórházba. Írdatlan hosszú. A mostani utolsó rész, ez a harmadik rész volt a legrövidebb, ez 20 napig tartott, hogy benn voltam, de ez is nagyon sok. Ez is nagyon sok. És nagyon, ha minden jól megy a transplant, akkor mondjuk egy ilyen 30 x nap alatt mondjuk meg lesz, ahogy benn kell lenni. Nagyon bízok benne, hogy azért azon gyors túl lendülök, hogy úgy érdem a 30 napot, hogy benne van maga a boxos rész is, meg maga az előkezelés része is. Szóval nagyon bízok benne, hogy azokkal így azért jobb lesz, meg jobban fogom szem bírni. Most már azért lelkileg, főleg itthon tudok lenni, most tényleg 2 hétig, vagy ki tudja, mennyi itthon leszek, és jól vagyok, és nem kell több kezelést kapnom, akkor ez lenne a legkirályabb, és akkor így tudok nyugodtan fölkészülni az egész dologra. De mondom, ez a 93, ez elképesztő. Elképesztő. És így belegondolok, és ez tök hülyén hangzik, vagy tök fura, hogy eltelt azért. Szóval azért fú, azért 3 hónapra ezen, amikor bekerültem a kórházba, akkor azért hogy elég szarul néztem ki. Meg szarul voltam nagyon. És tényleg, és azért összekupáltak. Azért oda, mert nagyon ügyesek az ottani orvosok. Azért nem voltam épp a legtopposabb állapotomban. Szóval, hú. De most már itthon ez a legfontosabb, hogy itthon vagyok. Pakoláztam ma is, összepakoltam a papírjaimat, amik voltak milliónyi papírom össze-vissza, azokat összepakoláztam, tegnap elmentem Telenorba elintézni a telefonomat, nem a telefonomat, hanem a előfizetésemet, hogy akkor legyen normálisan netem, ha vissza kell kerülnöm, vissza fogok kerülni, ez biztos, csak hogy akkor normálisan legyen a netem, azért fú, ez a pár nap azért hogy eléggé szar volt, hogy se tévét nem bírtam normálisan nézni telefonról, se netezni, se legalább játszani, vagy valamit csinálni a gépen. És akkor most nézem, hogy a tévézők megy a háttérbe, nem baj, hogy menjen. Szóval... Hú, ez így szar volt. De végül ezt jót megoldottam, és akkor így akkor rendben voltunk, de egyébként nem volt egyszerű. Az biztos. Na. Jó. Zanzás ez most ennyi, csak egy ilyen bejelentkezés volt. De tudom, hogy megint hosszú lett, csak hogy sokáig nem volt videó, és tudjátok, hogy jól vagyok, meg minden sinem van. Minden jól alakul, tényleg, ez tök jó, mert csomagint nincsen videó, biztos bajom van, vagy nincsen posztom, biztos bajom van, nincs, nem bírta egyszerűen csinálni. Nem volt netem, de hál' Istennek minden oké. Okay. Mondom, most lesznek videók, mondom, ma még szerintem még csinálunk egy főzős videót. A szűrőt meg akarom majd mutatni, hogy a légtisztított, hogy milyen fajta, hogy én honnan szereztem, hogy miért pont ezt választottam. Meg alapjáltam, akkor mennek tovább akkor a szokásos videók. Beszélek a betegségről, meg akkor egy-két dologról, akkor én hogy éltem meg, hogyan lehetett feldolgozni. Ilyenek a szokásra. Jó. Köszönöm szépen, hogy ezt a videót is megnéztétek. Tudom, egy kicsit összeszedettelen volt, de most próbáltam egy ilyen gyorsan megcsinálni. Hogyha úgy érzitek, hogy tetszik, amit csinálok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Látogassátok meg a Facebook oldalamat, Instagram oldalamat, iratkozzatok fel, ott is vannak új tartalmak. És akkor haladunk tovább a megkezdett úton, hogy szeptemberben elkezdtünk. Hát most már egy december van, már lassan új év. Ezt a szezont le is fogunk zárni szerintem majd egy holnap ilyen kis szilveszteri videóval. És akkor utána pedig a transplantos második évadot folytatjuk, hogy akkor mi a helyzet és merre tovább. Jó, köszönöm szépen még egyszer, iratkozzatok föl, lent letrántok minden linket. Két szót ismerek mindig és soha, küzdeni mindig, feladni soha. Sziasztok, szia-szia!